A Lánchíd épül, a biodómot pedig le kellene bombázni, ezt mondta a Párbeszédes Véna Szájé Márta arra az újságírói kérdésre, hogy miért maradtak félbe a budapesti beruházások. A főváros a Lánchíd felújítását először forráshiányra, később pedig szabálytalan közbeszerzésre hivatkozva halasztotta el. Reggeli csúcs a Lánchídon. Budapest egyik központi Dunahídján most is folyamatos a forgalom, pedig a szerkezet rekonstrukciója szakértők szerint halaszthatatlan lenne. Bár a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat éveleje óta ígérgeti, hogy megkezdi a munkálatokat, hónapokig nem írták ki a felújításhoz szükséges közbeszerzést. A főpolgármester először arra hivatkozott, hogy a munkálatokra nincs elegendő fedezet. Benne van a költségvetés tervezetében a Lánchíd felújításhoz szükséges összeg. Később mégis elismerte, pénz van, csak szabályos tartalmú közbeszerzést nem sikerült kiírni több mint fél év késlekedés után sem. A munkálatokhoz így Karácsony Gergelyék azóta sem kezdtek hozzá. Ahogy a szintén budapesti fenntartású fővárosi állat- és növénykertbe tervezett biodóm befejezéséhez sem. Az Európa egyik legnagyszabásúbb fedett parkjának tervezett építményt azért kellett félbehagyni, mert az önkormányzat itt is forráshiányra hivatkozott. A biodómot szerintem egyébként le kéne bombázni, úgy, ahogy van, mert egy elhibázott konstrukció. Le kellene bombázni. Karácsony Gergely pártársa szerdán ezekkel a szavakkal adott betekintést a baloldali vezetés városépítő politikájába, amikor a Pesti TV riportere arról kérdezte, miért állnak a budapesti fejlesztések. Az első kerületet polgármesterként irányító Véna Szájé Márta azt állította, hogy a Lánchíd épül, de a biodómmal más terveik vannak. A biodómot szerintem egyébként le kéne bombázni, úgy, ahogy van. Véna Szájé Márta előbbi mondatát rekordsebességgel le is tagadta, amikor a riporter azzal szembesítette, hogy a fővárost utoljára a II. Világháborúban bombázták. Azt tudja, hogy a Budapest bombázása az legrosszabb időket idézi, azt tudja, ugye? A biodóm egy elhibázott konstrukció. Itt a bombázáson van a hangsúly, azt tudja, a biodóm egy elhibázott konstrukció. Is a biodóm egy elhibázott konstrukció. Azt gondolom, hogy meg kéne szüntetni a biodómot. Nem, nincsen rendben ez a biodóm. Semmi másról nem szól, mint a beleépített közpénzmilliárdokról, 10 milliárdokról. És akkor bombázzuk le, azt mondja. Nem mondtam ezt, hogy bombázzuk le, azt mondtam, hogy meg kéne szüntetni. Ne haragudjatok, itt van két szemtanú. Azt mondta a hölgy, hogy bombázzuk le a biodómot? Úgy hallottam, igen. Az állatkertbe tervezett biodómot még az intézmény korábbi igazgatója, Persányi Miklós indította el. A volt SZDSZ-es politikust 2007-ben a Demszky Gábor irányított a városvezetés nevezte ki az intézmény élére. A pozícióért pedig Persányi Miklós a Gyurcsány kormány környezetvédelmi miniszteri posztját hagyta ott. A biodómot vezetése alatt az állatkert saját ötlete alapján 2018-ban kezdték építeni, amihez a kormány a kezdetektől több milliárdos támogatást biztosított. A teljes egészében fővárosi fenntartású intézmény alig egy évvel később már árnövekedésre hivatkozott és még több pénzt kért a projektre. Végül az összesen 45 milliárdos állami támogatás és a Vidámpark 6,5 hektáros átadott területe sem volt elég. Karácsony Gergely tavaly decemberben bejelentette, hogy még 20 milliárd forint hiányzik. A fővárosi beruházást az önkormányzat azóta sem fejezte be, Persányi Miklós pedig márciusban lemondott az állatkert éléről.